BME épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika tanszéke, a magyar, valamint a budapesti és Pest megyei mérnöki kamara épületgépészeti szakmai szervezetekkel közösen szervezett konferenciáján kiemelt téma volt a geotermikus és atomenergia részesülése az energetikai struktúrában. A szakmai találkozón Lenkei István vezérigazgató, valamint Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató és Kovács Gábor műszaki igazgató előadásain keresztül a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a Paks 2 projektről. A villamos energia rendszer stabilitása és kiszámíthatósága, valamint az import kitettség csökkentése érdekében született döntés két új atomerőművi blokk építéséről, mondta el Lenkei István. A Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója hozzátette, nem vetélytársai, hanem éppen ellenkezőleg jó kiegészítői egymásnak a megújuló források és az olcsón, megbízhatóan, klímabarát módon termelő atomenergia. Rengeteg jó megoldást lehet behozni a technológiába, villanyáramtermelésben, viszont mindaddig, amíg a megújuló energiáknak a tárolása meg nem oldódik, addig a stabil atomerőműves energiatermelésre szükség van. És én úgy gondolom, hogy még azt követően is, és lassan egy újabb technológiai forradalom előtt állunk, az atomenergetika mellett, az atomenergetika folytatásképpen rövid időn belül váratlan megjelenik a fúziós energiatermelés. Lenkei István rámutatott, hogy az atomenergia hasznosságára nagyon jó példa a paksi atomerőmű, amely épülésekor a legmodernebb volt, ezt követően pedig rengeteg átalakításon esett át, amelyek eredményeként technológiailag a világ élvonalában van jelenleg is, az üzemeltetésben pedig kimagasló eredményeket ér el. A paksi atomerőmű a magyar villamos energiarendszer meghatározó eleme, hangsúlyozta Lenkei István. Azt mondta, nem csak hazánk szán fontos szerepet az atomenergiának az energiaellátás és klímavédelmi célok elérésében, hanem számos ország Európában és annak határain túl. Minden nap hallani új blokkok létesítéséről a világ számos pontján, amelyeknek nagy részét a paksiakhoz hasonlóan a Rosatom építi. Az atomerőműről mindig el szoktuk mondani, olcsó, környezetkímélő, klímabarát és így tovább. Ha így biztonságos, olyan atomerőművű blokkot lett Magyarország az oroszoktól, amelyik atomerőmű blokk az úgynevezett 3+ generációs blokkban tartozik, tehát a legfejlettebb technológia, ha ma valaki valahol a világban az erőben épít, ilyen fejlettségű technológiát épít. Az atomenergetika működtetésére, hasznosságára nagyon jó példa Paks 1, jelenleg működő Paks 1, ahol mindannyian szocializálódtunk. Amikor én befejeztem az egyetemet 1979-ben, egyenesen Paksra mentem, és a egész szakmai életemet ott töltöttem gyakorlatilag, és azt követően váltottam a Paks 2-be. Paks 1, amikor megépült, az akkori technológiában a legmodernebb volt, ezt követően a magyar oldalon rengeteg sok fejlesztés, rengeteg sok átalakítás történt, aminek eredményeként ma is a világ élvonalában van, technológiailag és üzemeltetési szempontból is kimagasló eredményeket mutat. Tehát gyakorlatilag a paksi atomerőmű, a Paks 1 termelése meghatározó a magyar villamos energia rendszerben. A Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója rámutatott, hogy a Pakson épülő 3+ generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelést biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Mit vár még a új biztonságos blokkok mellett Magyarország ettől az építkezéstől? Azt várja, hogy majd a magyar gazdaság egyfajta húzóerejévé tudjon válni, ennek az áloga az, hogy 40%-os magyar ilyen beszállítói részáll legalább legyen meg, ami azt jelenti, hogy az orosz fővállalkozó bevállalta azt, hogy azokon a berendezéseken kívül fővízkör, tehát van a reaktor és a hozzátartozó gőzfejlesztők és így tovább, azokon kívül, amik ő maga gyárt, azokon kívül, amit csak lehet, legyártak magyar vállalkozókkal azért, hogy 40%-os részarány meglegyen
van egy 55%-os részarány, amelyik az Európai Unió belüli tendereztetésre vonatkozik. Itt azt vállalta az orosz fél, hogy az Unió belül ezt az arányt eléri. Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató, a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgató helyettese arra világított rá a budapesti konferencián, hogy a nukleáris engedélyezés minden más engedélyezésnél bonyolultabb, igen hosszantartó folyamat. A magyar nukleáris szabályozás a szigorú nemzetközi rendszer szerves része. A magyar nukleáris szabályozás az nem csak úgy áll a réten, mint egy száv fa, hanem annak az begyökerezik, becsaklakozik egy nagyon szigorú nemzetközi szabályozásba, és ennek az első eleme gyakorlatilag a NAÜ, ami az ENSZ-nek egy részének tekinthető, és Magyarország elsőként 1994-ben csatlakozott ehhez a szabályozási rendszerhez. Ennek nyomán született meg az 1996-os atomtörvény Magyarországon, tette hozzá Horváth Miklós. Azt is elmondta, hogy a magyar nukleáris szabályozás igen komoly elvárásokat támaszt az atomenergia alkalmazóival szemben, a létesítés és az üzemeltetés során is. Az, hogy az erőben meddig építjük, az egy nagyon fontos kérdés. De ennél még fontosabb, hogy az elején megfelelően készítsük elő, és a megfelelő műszaki dokumentum és engedélyek rendelkezésre álljanak. Horváth Miklós arról is beszélt, hogy összesen több mint 6000 engedélyre lesz szükség az atomerőművi beruházás során, ezek közül mintegy 300-at már kiadtak az illetékes hatóságok. A projekt olyan fontos engedélyek birtokában van, mint a környezetvédelmi és telephely engedély, az előzetes vízjogi, valamint hálózati csatlakozási engedély. Jelenleg az atomerőmű építés legösszetettebb, legfontosabb dokumentuma a létesítési engedélykérelem összeállítása folyik. Ezek tényleg korszerű, világszínvonalú létesítmények, és maximálisan kielégítik a hazai jogszabályi előírásokat. Így fogalmazott Kovács Gábor műszaki igazgató, aki a Paksra tervezett blokkok műszaki paramétereiről, biztonsági rendszereiről adott tájékoztatást, hangsúlyozta, hogy nem csak a technológia, hanem blokkok számára kiválasztott terület is optimális. A tervezett létesítmény a meglévő Paks 1-4-es blokkok melletti területen, azoktól kicsikét északra fog létesülni. Amikor a meglévő blokkokat létesítették, akkor ezt a területet már eleve arra jelölték ki, hogy egy későbbi bővítésnek helyet adjon. A terület az optimális, a hidegvíz az rendelkezésre áll, a villamos kicsatlakozásnak a feltételei adottak, és a Paksággyal való együttműködésnek a lehetősége is az erőmű és a szakembereinek a közelsége miatt kiemelkedően jó. Végül, tekintve, hogy az előadás épületgépészeti konferencián hangzott el, a beruházást ebből az aspektusból is jellemezte. Azt mondta, minden rendszert, legyen szó akár fűtésről vagy szellőzésről, ugyanolyan szigorú elveket figyelembe véve terveznek meg és építenek ki, mint a primerköri berendezéseket. Azokat a rendszereket, amelyek a nukleáris technológiát alkotják, a fővízkört, ezen rendszereket, kiszolgáló segédrendszereket, mint például akár egy gépészeti, épületgépészeti segédrendszert is, fontosan ugyanolyan biztonsági elvek szerint kell megtervezni, mint magát a primárkörnek a fővízkörét. Ugyanolyan redundanciával, ugyanolyan divers megoldásokat kell biztosítani. A Paks 2 Atomerőmű ZRT műszaki igazgatója hozzátette, ugyanúgy ki kell építeni az ivóvíz, szennyvíz és fűtési rendszereket, mint más épületeknél, de egy atomerőmű esetében ezeknek ugyanolyan nagy figyelmet szentelnek a nukleáris biztonság szempontjából, mint a reaktornak és más főberendezéseknek.